Mára már semmi nem látszik az egykori Zrínyi utcai társasházból. Csak az épület alapjának egy részét lehet felfedezni a most már üres területen. Februárra teljesen befejeződik a bontás, a telek jövőjéről még nem született döntés. A Zrínyi utca 12-14 számú ingatlan most egy kietlen üres terület. Nemrégiben még itt egy önkormányzati bérlakásokból álló épület tömbált, amelynek műszaki állapotát több szakértői vélemény is életveszélyesnek nyilvánította. Emiatt kezdték meg néhány hónapja az építmény lebontását. A kivitelező ígérete szerint ez a jövő hónapban be is fejeződik. Aki erre jár, láthatja, hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére jó ütemben haladt a bontás, már csak az alapból van talán a kétharmada meg, és ennek az elbontása után a kivitelező február folyamán de is fog fonulni az építés területről. Az önkormányzat az így felszabadult telekre egy lehetőségként tekint. Ha befektetők jelentkeznek különböző ötletekkel, akkor azokat természetesen megfontolják. Ez egy nagyon értékes belvárosi ingatlan. Ennek megfelelően fogunk a sorsáról dönteni. Pillanatnyilag ötletek vannak. Itt egy 2000 négyzetméternyi belvárosi területről van szó. Sok minden fölmerült. Fölmerült az, hogy ide lehetne még garást építeni. Felmerült az, hogy lehetne ide akár egy új, én azt gondolom egyébként nagyon szükséges könyvtárat építeni, vagy akár fölmerült az, hogy a kórházban praktizáló, dolgozó orvosok számára lehetne lakásokat, de olyat is hallottam, aki azt mondta, hogy jó lenne ide egy irodaházat építeni. A döntésben határidő nem szorítja a várost, az önkormányzat kivárja a legjobb ajánlatot, illetve mérlegel, hogy mire van szüksége leginkább Hódmezővásárhelynek.